utcafórumot tartott a piacnál a Mi Hazánk kiskunhalasi szervezete. Az eseményen a képviselőjelöltek a polgármester jelölt mellett Szabadi István országgyűlési képviselő és Novák Előd, a mozgalom alelnöke is részt vett. Régió csapat van itt Halason, és nagy büszkeséggel tölt el, hogyha eljöhetek közéjük. És a Mi Hazánk mozgalom számára a választások közt is mindig volt élet, mi nem is annyira párt, mint inkább mozgalom vagyunk. Éppen ezért az országjárásunkat is folytattuk az elmúlt években is, megállás nélkül gyűjtve az emberek panaszait, és arra igyekszünk a szakmai kabinetrendszerünkben kidolgozni válaszokat, programot. Örülnénk, hogyha a kampány is inkább a programok csatája lenne, és nem pedig a propaganda döntené el. Nagyon örülök annak, hogy a jelöltállítás során nem csak itt Kiskunhalason, de szerte az országban egyébként a ellenzéki pártok közül a legtöbb jelöltet a Mi Hazánk mozgalom tudta állítani. Elsőként vették nyilvántartásba a Fidesz után az európai parlamenti választási listánkat is. Egyre nagyobb a támogatottságunk és egyre nagyobb a felelősségünk is. Mi szeretnénk megmutatni, hogy egy olyan konstruktív ellenzékiséget képviselünk, ami nem azt nézi, hogy ki javasol valamit, hanem hogy a magyar emberek és itt a halasi emberek érdekeit szolgálja egy javaslat. Így leendő képviselőink is ezt tekintve minden olyan javaslatot támogatni fognak, bárki is nyújtotta az be, ami valóban a magyar emberek érdekeit szolgálja. A Mi Hazánk helyi jelöltjei készen állnak a választásra. Bús József egyéni körzetben és polgármester aspiránsként is vállalja a megméretést. Azt mondta, eljött az idő a változásra. Az emberek bíztatnak bennünket, és úgy érezzük, hogy megérett a város a változásra. Mindenképpen olyan hanggal jönnek hozzánk oda az emberek, hogy szeretnék a változást, és el fognak menni szavazni. Erre bízhatunk is nyilván mindenkit. Nagyon sok olyan jelzést is kapunk, hogy aki eddig nem nagyon járt el szavazni, most az is el fog menni, mert ő is úgy gondolja, hogy nagyon kell már a változás, és most úgy érzik, hogy van kire szavazni, és ez nekünk ugye egy biztató dolog mindenképpen. Úgyhogy reméljük, hogy ez majd a 9-ei eredményekben is meg fog látszani. Városunkat túlszul ejtették. Egy nagyon szűk érdekkör befolyás alá került teljesen a városunk. Igazából minden vállalkozásra, minden a közéletre általában nagyon rányomja ez a bélyegét. Az is nagyon sokat megmutat, hogy például kaptunk olyan jelzéseket, ismerősükön keresztül kaptam olyan visszajelzést, hogy mondták, hogy ismernek engem, ugye rám fognak szavazni és drukkolnak is nekem, viszont nem jönnek ide hozzánk, mert félnek, mert a munkahelyükön ez miatt hátrány éri őket, vagy bárhol egyéb. Én azt gondolom, hogy ha demokráciáról beszélünk, akkor ez mindenképpen az, ami azt mutatja, hogy most már változásra van szükség Kiskunhalason is, és mi ugye erre tettük föl a dolgot, hogy változtatni fogunk. Bús József szerint jó csapatot sikerült összegyűjteni. A saját körzetüket ugye mindenki bejárja, és nagyon sok jelzést is kapunk, tehát jönnek a problémák nyilván elő, amik évek óta akut problémák, ezeket most újból nekünk is elmondják, hogyha kapunk szót ugye a testületbe, és kapunk bizalmat, akkor nyilvánvalóan mi ezt meg fogjuk szolgálni, és mi valóban tenni is akarunk a városért. Azt gondolom, hogy erre talán én garancia vagyok, én már elég sokszor felszólaltam városi problémák ügyében, és nyilván olyan csapatot gyűjtöttünk magunk köré, akik szintén olyan emberek, akik kiálltak eddig is az igazukért, és hajlandók is tenni és dolgozni a város ügyeiért.